Svájc, az ország, ami szebb, mint a képes lapokon. Idillinek tűnő vidék hatalmas hegyekkel, zöldvízű tavakkal, stressz és szegénység nélkül. Svájc a mai napig a tradíció, a pontos órák és a kézműves csoki hazája, ahol meglepetés legfeljebb az ázsiai turisták áradata okozza. Bár az alpesi ország nem a legolcsóbb nyaralási célállomás, mindössze 1 óra 15 perc utazás, és már is a hegyek közt találja magát az utazó. Közhely, de igaz, hogy a svájciak oda vannak a pontosságért és a technikai vívmányokért. Szembetűnő mindez a vendég számára is, földön, vízen és levegőben egyaránt. Helvécia közlekedési eszközei ötvözik a hagyományok tiszteletét és a csúcs technika eredményeit. A turizmus fellegvára a közép-svájci Luzern, a várost körülvevő hatalmas hegyek, vízesések és a Firvalstätti tó mesébe illő pihenéssel és egyedülálló túrázási lehetőségekkel kecsegtetik a látogatókat. A Goldene Rundfahrt, az aranykörút mindazt megmutatja, amiért Svájcban lelkesedni lehet. Utazás egy csodálatosan tiszta vízű tavon, majd fogaskerekűvel meghódítani a 2132 méter magas Pilátus-hegyet, utána libegővel, avagy a hipermodern Dragon's Ride siklóval leereszkedni a völgybe. Bátorság próba a javából! De maradjunk még egy kicsit legelső állomásunknál, Luzernben, amely ugyan egy kisváros, mégis Közép-Svájc gazdasági és kulturális központja. Ami a 80 ezer lakos számláló várost illeti, Luzernnek sűrű trollibusz hálózata van, és döbbenetesen sok a kerékpáros. Ugyan ott is léteznek bérbicikli rendszerek, de a lakosság nagy része a saját kerékpárját használja, és hagyja az állomás környékén, ha vonattal kell utaznia. A város gyalogos közlekedését segíti az 1332-ben épült Kappelbrücke, amely Luzern két legrégebbi házát kötötte össze, közepén a város jelképeként szolgáló 8-szögletű víztoronnyal. A hangulatos sétáló utcáiban régi, festett homlokzatú lakóházak hirdetik az egykori tulajdonos mesterségét, vagy éppen családfáját. Luzern főpályaudvara igazi fejpályaudvar, ahova tömegével futnak be a sínpárok. A pályaudvar 1971-ben porig égett. Az újjáépítés során csak a régi főhomlokzat maradt meg. A ma is látható egykori főhomlokzat köré buszpályaudvar épült. A pályaudvartól néhány lépésnyire hajókikötő vár, ahonnan a gőzösök és a sétajáratok indulnak a tórendszerre. Első utunkat egy muzeális gőzhajóval, az Unterwaldennel tettük meg a Firvalstätti tavon. A 114 éves vízi jármű lapátkerekeit példásan karbantartott gépezet hajtotta. A hajózás Luzernben és a 9 medencéből álló tórendszeren mindig a legfontosabb közlekedési eszköznek számított. Annál is inkább, mivel a parton olyan települések is találhatóak, amelyek még mindig kizárólag hajóval közelíthetőek meg. A hajók nem a város, hanem a Firvalstätti hajózási társaság birtokában vannak. 5 öreg gőzhajónk van, amelyek részben már meghaladták a 100 éves kort is, hiszen a 19. században épültek már eleve úszó szalonként a vendégek számára. A hajós társaság ezeken kívül 15 motoros hajóval is rendelkezik, és további 2 úgynevezett kiránduló hajó várja a látogatókat. Ezeket a járműveket bérbe lehet venni, például esküvő, születésnap vagy egyéb exkluzív esemény számára. De az is gyakran előfordul, hogy körutat tesznek a tavon a kirándulók, miközben fülhallgatón kapják az információkat. A Firvalstätti tavat átszelő hajók pontosak, megbízhatóak és egész évben közlekednek. Éppen ezért nem csak a külföldiek, hanem a helyi iskolások és a lakosság körében is nagyon népszerűek. Kísérőnktől azt is megtudtuk, hogy Luzern saját hajógyárral is rendelkezik.
Lucern saját hajógyárában tervezi és építi a hajókat évszázadok óta. Büszkén jelenthetem ki, hogy a patinás gőzhajóinkat is a helyi hajógyárban álmodták meg és építették. Azok a motorosok is a lucerni gyárból származnak, amelyekkel a körutakat tesszük. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyik hajónk a közelmúltban elismerést kapott, mivel rendkívül energiatakarékosan építették meg, és az üzemeltetése sem szennyezi a környezetet. Mondani sem kell, hogy a tóvize ivóvíz minőségű. Fürdeni viszont kizárólag a legmelegebb időben lehet benne, amikor akár 22 fok is lehet a hőmérséklete. A hegyekkel övezett tó klímája kifejezetten enyhe, így a parton pálmafák, ciprusok és fügefák is szegélyezik a látogató útját. Teljesen más azonban a Pilátus hegy időjárása, amit hajóval közelítettünk meg Lucern városból. Az ősrégi svájci mese szerint tilos megmászni a hegyet, hiszen Poncius Pilátus holtteste fekszik odafenn, s ha megbolygatják a hegy békéjét, akkor hatalmas tragédiákat és csapásokat okoz Pilátus szelleme és az ott lakó sárkány. A legendás kettős csúcs közé ékelt kiránduló központot fogaskerekű vasúttal közelíthetjük meg. A 2128 méter magas Tomlinshornra Alpnachstad városból indul a világ legmeredekebb fogaskerekűjeként ismert lélekvesztő. A vasút maximális lejtése 48% és májustól novemberig működik. Valóban csakis erős idegzetűeknek ajánlott ez a közlekedési eszköz, és egyáltalán a Pilátus kulmon található több kilátó is. A kétségtelenül meredek fogaskerekűt 1889. június 4-én vehette birtokba a lucerni nagy érdemű, mindössze 400 napos építkezést követően. A rendkívül biztonságos fogaskerekű Eduard Locher fejlesztése kifejezetten a különleges üzemre építve. Nem a fogasléc tetején, hanem az oldalán vannak a fogak, ráadásul mindkét oldalon, és így két fogaskerékkel is tudnak kapaszkodni a kocsik. Ez a szabadalom egyedül a Pilátus-hegyi vasúton található meg. A nyitáskor még gőzüzemmel működött, majd 1937-ben villamosították. A Pilátus-Kulm kilátóhoz vezető fogaskerekűn is a Swiss Pass, a 8 napos bérlettel utazhatunk, amely ezen kívül valamennyi közlekedési eszközre korlátlanul igénybe vehető. Kezdetben a fogaskerekű, a libegő és a sikló is más-más tulajdonoshoz tartozott. Ám olyan 10-12 éve egyetlen kézbe került az összes közlekedési eszköz. Mindez nem az államhoz és nem is Lucern városához tartozik, hanem egy privát részvénytársaság birtokában van. A közlekedési eszközöket üzemeltető részvénytársaság nem kap állami támogatást. A 2500 részvény nagy többsége helyi lakosoké. A Pilátus kilátót évente 630 ezer turista látogatja. Összetételüket illetően kisebb meglepetés fogad, hiszen a kínai és az indiai telelők áradatában az ide-oda himpálózó selfie botok erdejében szinte küzdeni kell a helyért. Nem véletlenül sodródnak az egzotikus vidékek szülöttjei a hegyekre, hiszen több bollywoodi filmet is forgattak a svájci Alpokban. A Pilátus hegyre a patinás, ám többször felújított kötélpályás felvonóval is fel lehet jutni. Az áramvonalas Dragon Ride a legmerészebb álmainkon is túltesz. Az úgynevezett aranykörút valamennyi közlekedési eszköze, a vonat, a hajó, a fogaskerekű, a libegő és a sikló is igénybe vehető mozgássérültek számára. Az első libegőt 1954-ben helyezték üzembe, az első sikló pedig a Freckmüntektől a csúcsra 1956 óta jár. A Dragon Ride siklókat tavaly télen újjáépítették, és idén április 3-án helyezték ismét üzembe. Érdemes kipróbálni ezt a futurisztikus és nagyon szép közlekedési eszközt. A Pilátus-hegyi libegő egyik megállója a Freckmüntek pálya. Szem nem maradt szárazon a nyári bobpályán, amikor birtokba vettük a szánkót, azaz tobogánnal siklottunk végig az alpesi tájon, a békésen legelésző tehenek mellett. Az 1400 méteres kalandpark kiválóan alkalmas iskolások számára, és a csapatépítésen töltődő svájci üzletemberek is előszeretettel próbálják ki a kalandpályán, például a szabadesést egy óriási fenyőfa tetejéről.
A tanösvény szépen bemutatja a Pilátus hegy és a svájci Alpok szigorúan védett természeti kincseit. A ProPilátus Egyesület a hegy természetvédelme érdekében alakult. Őrködik a növény és az állatvilág felett, és mi civilek felelünk a túrautakért is. A ProPilátus önkéntesei évente egyszer megtisztítják a sétautakat, a kiránduló helyeket is rendbe rakjuk. Nyaranta pedig arra ügyelnek, hogy a kirándulók ne tépkedjék le a védett növényeket, ne tegyenek kárt a környezetben. Kísérünk búcsúzóul emlékeztetett a svájci hegyi emberek bölcseletére. Tartsuk tiszteletben, hogy a hegynek nincs szüksége ránk, emberekre. És mivel a hegynek nincs szüksége ránk, Lucernváros nem tömegturizmust, hanem a természetet tisztelő, jól szervezett turistákat vár a Pilátus hegyre. Most pedig vegyük szemügyre azt a hegycsúcsot Svájcban, amely mellett a Pilátus hegy csupán a kezdők szánkózó dombja. Következő úti célunk ugyanis Európa harmadik legnagyobb hegycsúcsa, a 4158 méter magas Jungfrau volt. Ám mielőtt meghódítottuk a svájci szüzet, visszatértünk még Lucernbe, ahol a világ egyik legnagyobb közlekedési múzeuma vár. A svájci közlekedési múzeumot festői környezetben a Firwaldstätti tópartján találjuk. Ahogy Lucernben minden, a közlekedés háza is megközelíthető hajóval, trollival és vonattal is. A múzeumban bemutatják Svájc vasúti, közúti, vízi és légi közlekedését. A kiállítás mérete és kollekciója lenyűgöző. Érdemes a múzeumban úgy sétálni, mintha egy körutat tennénk. Kezdjünk a vasúti közlekedésnél, majd jöhet a közúti szekció, a hajók, a repülőgépek csarnoka, és búcsúzóul akár részt vehetünk a Swiss Chocolate Adventure-en is. Mint hallottuk, külön tematikus szekciót kaptak a vasúti járművek a számtalan legendás mozdonnyal, és egy a Gotthard vasutat bemutató terepasztallal. Az autós pavilon külső falát kreatív módon közlekedési táblákkal díszítették. Bent a gépkocsi pavilonjában egy ötletes, távirányítható szerkezet 3 emelet magasságból választja ki azt az autótípust, amelynek kíváncsiak vagyunk a történetére. Ugyanebben a pavilonban további interaktív eszközök várják a betévedőket. Csak úgy saját pavilonja van a hajóknak és a repülőgépeknek is, sőt a repülési csarnokban még az űrrepülőzést és az ejtőernyőzés rejtelmeit is megismerhetjük. A közlekedés és a járművek szerelmesei bátran a bakkancs listájukra írhatják a Svájci Közlekedési Múzeumot, ahol bizony napokat is el lehetne tölteni. A mintegy 20 000 négyzetméteren ugyanis több mint 3 000 közlekedési eszköz várja a fanatikusokat. A közlekedési múzeumot 1950-ben nyitották meg, és azóta is Svájc leglátogatottabb tálata, ami remekül illeszkedik a lucerni régió turisztikai látványosságaihoz. Évente 500 000 látogató érkezik ebbe a múzeumba. Különösen kedvelt a gőzös szekció és a tetszetős svájci krokodil nevű villanymozdony. A Svájci Közlekedési Múzeum leginkább a kis és a nagyfiú paradicsoma. Ám az anyukák is minden bizonnyal jól érzik magukat a családi programokat is kínáló intézményben, hiszen a Planetárium és az IMAX mozik mellett csoki kóstolóval egybekötött kalandpark vár mindenkit a Swiss Chocolate Adventure-ön. Legbüszkébbek a hatalmas repülőgépeinkre, a Coronadóra és a DC-8-asra vagyunk, melyeket az arénában lehet megtekinteni. Ezek a gépek eredeti állapotukban látogathatók, ők a legnagyobb kiállított járműveink. Svájc közlekedési történetében előkelő helyen áll a repülés, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a légijárművek bemutatására is.
A gépek csikorgása után azonban vissza a természetbe. Vár a Jungfrau Európa harmadik legmagasabb hegycsúcsa Interlakennél, amelynél csupán a kaukázusi Elbrus és a franciaországi Mont Blanc hatalmasabb az öreg kontinensen. A Berni Alpok hegye a Jungfrau hegy legmagasabb csúcsa a 4158 méter magas Jungfraujoch. A másik két csúcs a 3970 méter magas Eiger, valamint a 4099 méteres Mönch. A hegyet 1811-ben mászták meg először a Mayer fivére. A Jungfrau vasút számos olyan hegyen áthalad, amelyek kiválóan alkalmasak kirándulásokra, túrázásra. A leglátogatottabb úti cél a Top of Europe-ként elhíresült Jungfraujo, a maga 3454 méteres tengerszint feletti magasságával. Itt van Európa legmagasabb pontján található vasúti állomása. A Jungfraujo állomásnál számos látványosság várja a turistákat. Itt látható a jégpalota, az Alpine Sensation, a Jungfraubahn 100 éves történetét bemutató kiállítás, de éttermek, ajándékboltok és óraüzletek is várják a látogatókat. A Jungfraujo megállónál levő komplexumban található a világ legmagasabb pontján működő svájci csoki és óraboltja is. A vasút által leküzdött teljes szintkülönbség csaknem 1400 méter. A 9,3 kilométeres pálya egy része egy több mint 7 kilométer hosszú alagútban vezet. Az Eigerwand és az Eismir állomásokon 5-5 percre áll meg a vonat, szimplán turisztikai célból. Az utasok hatalmas panoráma ablakokon csodálhatják meg a környező hegyeket. A Jungfraujo, ez a magaslat egy masztuszi élmény. Egyszer mindenkinek látnia kell az életben. Európa szerte rendkívül népszerű úti cél vagyunk, de jó néhány éve nem csak a kontinensről, hanem az egész világból érkeznek az érdeklődők. Újabban az ázsiai turisták között vagyunk a legnépszerűbbek, de szép számmal köszönhetünk amerikai és ausztráliai vendégeket is. Aki vállalja a kalandot, hogy meghódítsa a hatalmas hegyet, és nekivág a kétségtelenül lélegzet elállító útszakasznak, egyedülálló élményben lesz része. A panoráma minden képzeletet felülmúl, sőt, még gleccsert is láthatunk a hegytetőről, ráadásul nem is akármilyet. A Jungfraujo panorámájáról Európa leghosszabb gleccserét, az Aletsch gleccsert tekinthetjük meg. A gleccser a több mint 22 kilométeres hosszúságával az Alpok leghosszabb jégárja. A Jungfraura vezető hegyi vasutat már az 1800-as évek vége fele szorgalmazták. Később Adolf Guyé Zeller, egy svájci mérnök iparos álmodott egy nagyot. A szakember a kezdetektől fogva elektromos üzemben gondolkodott, és az ottani Lütschin folyó mindkét ágára erőművet épített. Az építkezés 1896-ban meg is kezdődött, ám anyagi és emberáldozatokat is követelt a hosszú munka a hidegben. Sajnos a megálmodó Adolf Guyé Zeller nem élhette meg, amikor 1912-ben átadták a Jungfraujoch végállomást, miután sikerült áttörni a gleccsert. A kifejezetten jómódú mérnök a közeli Mürrendben töltötte a szabadságát. Az egyik éjjel nem tudott aludni, így felkerekedett sétálni. Ekkor pillantotta meg a három monumentális hegyet, a Jungfraut, az Eigert és a Mönch csúcsot. Azonnal ihletet kapott. Kitalálta, lehetővé teszi, hogy a jövőben bárki felkereshesse ezt a három természeti csodát. Így kezdődött az egész 1896-ban. A mérnök meggyőzte a hatóságokat, pénzt gyűjtött a terveire, és olasz hegyi specialistákat hozatott Svájcba. A Jungfraubahn az év valamennyi napján jár, és természetesen mozgáskorlátozott utasok is igénybe vehetik. Bár a vonatjegy ára kissé borsos, hiszen 180 svájci frankba kerül, mégis özönlenek az emberek a hegycsúcsra. Tavaly több mint 840 ezer turista gyönyörködött a csodás svájci panorámában. A Jungfrau hegytől nem messzire található Interlaken városka. A túrázók és a hegymászók exkluzív pihenőhelye. A város a két tó közötti gleccser hordalékra épült, körbevéve csodaszép hegyekkel. Aki nem akar azonnal a legmagasabb hegyre, a Jungfraujochra felkapaszkodni, azt várja a Hardel Kulm nevű kilátóhely, ahova sikló viszi fel a látogatót.
A magaslatról gyönyörű panoráma nyílik a Thuni és a Brienzi tavakra, magára Interlaken városra és a Jungfraura. Ám az sem marad egyedülálló látványosság nélkül, aki viszonyog a magasságtól. A Jungfrautól mintegy kőhajításnyira található a Brienzi tó. A tavon 1839 óta személyszállító hajók is közlekednek. A türkis színű víz, a tó körüli havas alpesi hegycsúcsok és a hagyományos vagy éppen modern svájci hajlékok látványa kellemes sziesztázással csábítja a hajóval utazókat. Jelenleg a Jungfrau motorhajón tartózkodunk, amelyik egyike a Brienzi tavon járó 5 sétahajónak. Minden nap a vendégek rendelkezésére állunk. Szép számmal érkeznek a hajóra belföldi kirándulók, de Ázsiából, az arab térségből és a német nyelvterületről is vannak utasaink. A motorhajó legénysége húsvéttől októberig a tavon dolgozik, a téli hónapokban pedig rendszerint karban tartja a hajót. Ami a legénység számára rendkívül fontos, hogy mindig figyelemmel kell kísérnünk az utasok létszámát, hiszen ez a hajózás szempontjából fontos adat. Ma nincsenek különösebben sokan, de vannak olyan járatok, ahol létszámstoppot csinálunk. A másik lényeges dolog, hogy minden hajó másképp viselkedik. Függ ez a motorjai számától is, ám a legénység mindig, így a kikötésnél is észben tartja, hogy nincs két egyforma hajó. Érdekes, hogy ezen a környéken csodálatos, türkis színekben játszik minden vízfelület, amelyek ráadásul ihatóak is. Az itteni patakok és folyók ugyanis a hegyekből ásványi anyagokat, elsősorban rezet hordanak a tavakba. Ennek köszönhető a víz türkizes árnyalata. A természeti kincsek után azonban essék még néhány szó a közlekedésről. A 8 millió lakosú Svájc egészére jellemző a jól szervezett közlekedés, amelybe mi is betekintést nyerhettünk. Az ország valamennyi, azaz 7 repülőterén megtapasztalhatja az utazó, milyen jól működik az intermodalitás, azaz milyen hatékonyan kombinálhatóak össze a közlekedési eszközök. Vegyük például a vasúti közlekedést, amelynél nagy hangsúlyt kap az interrégió, valamint az intercity közlekedés. A Zürichi légikikötő komplexumába ágyazva jutunk el a vasútállomásra, ahonnan az ország minden részére elvisznek bennünket a régiós szerelvények. A kellő utas létszám elérése érdekében emeletes kocsik járnak a tájegységek között. A városok közötti és az elővárosi vonalakon modern villamos motorvonatok közlekednek. Ezek között felbukkannak a nálunk is ismerős Stadler Flirt szerelvények. A svájci vasúti hálózat körülbelül 1/5 méteres nyomtávú. Ez a tavakat összekötő vonalak nagy részére is vonatkozik. Nem is beszélve a csodaszép alpesi kilátó vonalak pályáiról. Az egyes régiókban magánvasutak szolgálják ki az utazó közönséget. Mind a normál, mind a méteres nyomtávon. Érdekes megemlíteni a Jungfraubahn egyik megállóját, Wengen palucskát, amely híres arról, hogy a mai napig tilos az autós forgalom a településen. A falu lakói lent parkolnak a vasútállomás mellett. Utazásunk során megbizonyosodtunk arról, hogy Svájc etalonnak számít a modern közlekedés valamennyi ágazatában. Vasúton, közúton, vízen és levegőben egyaránt. Bár Svájc sokkal hátrányosabb földrajzi helyzetben van, mint Magyarország, gazdasági helyzetének köszönhetően az alpesi ország közlekedési infrastruktúrája és szolgáltatásainak színvonala a legmodernebbek közé tartozik a világon.
kevés magyar turistával találkoztunk, de annál több honfitársunk talál munkát e mesés világban. Már csak az ő felkutatásuk miatt is érdemes útra kelni a havasi gyopár országába.